Szeretettel köszöntök mindenkit a GeoGulliver csatorna legújabb podcastjében. Bóklik Zsolt vagyok, geográfus, az ELTE etnikai és vallásvezető műhelyének vezetője, a Társadalom és Gazdaságföldi Tanszéknek a docense. Két beszélgető partnerem van ezúttal, Karácsonyi Dávid, szintén geográfus, a CFK Földrajztudományi Intézetének kutatója, aki egyébként nem mellesleg a GeoGulliver csatorna ötletgazdája. Nagy örömünkre elfogadta a meghívást Mitrovics Miklós történész, akit szintén köszöntök. Az ő fő kutatási területe az államszocializmus időszaka a Kelet-Közép-Európában. Miklós összehasonlító történeti vizsgálatokat folytat a lengyel, a magyar és csehszlovák ellenzéki mozgalmak kapcsán. Neve azonban igazán az orosz-ukrán háborúhoz kötődően vált ismerté, amikor kollégáival együtt fordítani kezdték a Varsói Keleti Tanulmányok Központja napi jelentéseit a háború hadi eseményei kapcsán. Úgyhogy innen indítanánk a beszélgetést, és Miklóshoz fordulok, hogy hát mi a véleménye a jelenlegi helyzetről. Ugye a mi nézőpontunk azt mondja, hogy a jelenleg zajló orosz-ukrán konfliktus mögött hát ugye kirajzolódik egy Ukrajnát az ukránok orosz inváziójával szembeni védekezési markánson támogató amerikai, brit, lengyel tengely, illetve egy jóval puhább álláspontot képviselő, hát hogy is mondjam, az oroszokkal nem is kiegyezést kereső, de jóval kevésbé markáns álláspontot kitevő francia, német tengely. És hát ugye emellett a magyar közvélemény láthatóan, ugye 56 vagy a lengyel-magyar történelmi sorsközösség kollektív emlékezetétől egy kis eltávolodva, hát elég messze helyezkedik el a lengyel állásponttól. Tehát az körvonalazódik, hogy ez a Facebook poszt, ami most már nem is tudom, hanyadik résznél tart, ugye Miklósék erőfeszítései révén épp ezt a lengyel megközelítést igyekszik eljutatni minél több ember számára. Jól érzékeljük ezt, Miklós? Át is adom neked a szót. Köszönöm a meghívást, és köszöntöm a hallgatókat is. Igen, ugye a Keleti Tanulmányok Központjának ez a napi jelentés sorozata, amit én elindítottam a háború második napján, magyarra fordítva tettem közzé a Facebook oldalamon, aztán becsatlakozott hozzám Zöld Zsombor kollégám, aki lényegében már át is vette ugye nem tudom, a 30-40. Naptól a fordítás oroszlán részét, és azóta pedig a 60-valahányadik naptól már a válasz online-on tesszük ezeket közzé, hogy minél több emberhez eljuthasson. Hát azt gondolom, hogy ez nagyon fontos, azért is kezdtem el csinálni, mert úgy láttam, hogy Magyarországon egyszerűen magyar közgondolkodásból, de még a szakértői csapatokból is, hát tisztelet a nagyon kevés kivételnek, akik közül, ugye, ti is, akik közé ti is tartoztok, de nem sokan vagyunk azért ebben az országban, tehát nagyon hiányzik ez a posztszovjet régió. Tehát a magyarok mentális térképén, hogy mondhatom így, és ez igaz a politikai elitre is, egyáltalán nincsen fent ez az ukrán, belorusz, moldáv, balti régió. Nem is tudják az emberek, hogy mi történik ott, nem is érdekli őket. És hát ez látszott a sajtóban is az első napokban, tehát félelmetes, hogy bulvárhír szintjén kezdtek el tájékoztatni a háborúról. Itt becsapódott egy rakéta, fotó, Twitter videó, ott lelőttek valakit, itt egy tankot lőttek ki az ukránok. Senki nem tudta összerakni azt sem, hogy ez hol történt, mik az összefüggések. Hát emlékszem, a háború első napjaiban rengeteg rádióinterjút adtam, és volt olyan rádióriporter, aki ismerve a hallgatóknak a nyilvánvaló az ismeretrendszerét, a tudásháterét, lényegében minden kérdésemnél elkezdte magyarázni a hallgatóknak, hogy hogy néz ki Ukrajna, melyik területéről beszélünk, hogy kell ezt elképzelni, tehát hogy egészen hihetetlen, hogy Magyarországon ez mennyire nincs benne a tudatban. Na, ehhez képest a lengyelek ezt a régiót, hát, mint a tenyerüket, úgy ismerik. Még azt kell mondjam, hogy egy átlagpolgár is. Hát nem beszélve arról, hogy az elmúlt 30 évben elképesztő
szakértőgárda alakult ki Lengyelországban, akik a posztszovjet régióval foglalkoznak napi szinten. Tehát nem csak akkor, amikor valami történik, hanem napi szinten. Ezek az emberek tudnak oroszul, tudnak ukránul, tudnak belorusszul, ismerik a balti nyelveket, a balti világot, tehát mindent tudnak. És hát ez látszott a jelentésekből is, amikor tényleg nagyon aprólékosan, struktúráltan kezdtek el beszámolni, és hát a mai napig beszámolnak arról, hogy éppen mi történik, lehetőleg ellenőrzött híreket, tehát nem bulvárhírek, nem sajtóhírekről van itt szó, sőt, hát az ukrán hivatalos kommunikációt is megpróbálják hát verifikálni, már mennyire lehet. Ugye van egy óriási probléma, hogy az orosz rész szinte semmit nem közöl a háborúról, nagyon ritkán tesz közzé hivatalos álláspontot, hivatalos adatokat, hogy éppen orosz szemmel hogy zajlik a háború. Tehát ez egy probléma, ez ki is tűnik ezekből a jelentésekből, de azt hiszem, hogy a világon sem csinálják sokan ezt ilyen napi szinten a közvélemény számára. Nyilván ők is csinálnak belső jelentéseket a kormány számára, meg máshova, de minket elsősorban tényleg a tájékoztatás érdekel, mert úgy látom, hogy Magyarországon ez rettentő gyerekcipőbe jár a régiót illetően, és hát sajnos ellensúlyozni kell azt a rendkívül ukrán ellenes magyar közhangulatot is, ami nem a háború kirobbanásakor alakult ki, hanem már jóval korábban, és hát ezzel együtt az orosz narratívát vissza-vissza adó közmédia, de mondhatnám a kereskedelmi médiát is, tudatlanul harsogják vissza az orosz narratívát, és hát ezt valahogyan azt gondoltam, hogy ellensúlyozni kell. Tehát ez az alapvető különbség. Na most az, hogy a magyar meg a lengyel politika között ebben a kérdésben különbség van, arról azt hiszem, hogy fogunk itt még beszélni. Egy gondolattal csatlakoznék Miklós válaszához, hogyha lehet. Ez pedig az lenne, hogy ugye minket is, tehát Botlik Zsolttal is nagyon sokat beszélgettünk arról, hogy a csodába lehet az, hogy Magyarországon ennyire erős az orosz pártiság 1956 után, 1945 után, 40 év kommunista időszak után. Hogy a csodába lehet az, hogy ennyire orosz párti a közvélemény. És végül is én a magam részéről arra a konklúzióra jutottam, hogyha megnézzük a mai Oroszországot, akkor ugye Zsolttal csináltunk is egy ilyen kutatási projektet, hogy ugye ez a térség a posztszovjet éra utáni időszakban. És szerintem Oroszország és az egész térség már egyértelműen maga mögött hagyta a posztszovjet időszakot, olyannyira, hogy a mai Oroszország csak gyakorlatilag szimbolikájában van köze az egykori Szovjetunióhoz, de ez a mai Oroszország, ez már inkább egy ilyen szélső jobboldali Oroszország, és ezt globálisan is láthatjuk, hogy az orosz politika, Putyin, ez a szélső jobboldalon egy ilyen elég pozitív szereplő volt, és ugyan például ugye Lengyelországban ugye a hagyományos orosz-lengyel ellentétek miatt ugye hát egyértelmű, hogy nem az oroszok oldalára álltak. Magyarországon ez a dolog már nem annyira egyértelmű. Tehát én ezt csak így tudom megmagyarázni magamnak, hogy lehetséges ez az egész, hogy Magyarországon ennyire orosz párti a közhangulat 1956 után hogy valójában itt ennek a mai Oroszországnak már semmi köze nincs az egykori Szovjetunióhoz. Tehát ez már a szélső jobboldali Oroszországról szól ez a történet. A nacionalista, tehát az orosz nacionalizmus, az orosz jobboldaliság, az orosz imperializmus, amiről szól ez a háború. Ja, csak azzal egészíteném ki, tehát ugye, hogy egyrészt legalábbis a földrajz nézőpontjából, tehát hogyha emlékszel, Dávid, korábban ugye giga, vagy lehet, hogy hát te sem emlékszel, mert a korodnál fogva, de én még emlékszem arra, amikor gigatananyagot közvetített a földrajz szak ugye a Szovjetunióról önmagáról, ami persze nem csoda, hiszen a világ legnagyobb országáról beszélünk, 22,5 millió négyzetkilométer, és a rendszerváltás után nyilván, ahogy a magyar társadalom nyugat felé tekintett, ez valahogy
hát hátat fordított, hátat, ebben hátat fordított ennek a területnek, és közben hát eltelt most már 32 év a rendszerváltás után, ugye vannak olyan generációk, akik egyáltalán nem éltek az előző időszakban, egyáltalán nem olyanok a tapasztalatai, teljesen más a szituáció, és hát ugye a globalizáció kritikájaként ugye nem csak, ahogy mondod, Oroszország változott meg, hanem Magyarország is, illetve a világ is, és teljesen máshogy rakjuk ezt össze. És valóban ugye az, amit itt egy fél mondattal említettünk, hogy a lengyel-orosz kapcsolatok az elmúlt időszakban teljesen más alapokon álltak, tehát a lengyel társadalom, ha én kívülről úgy látom, de ezt Miklós majd megerősíti, majd megcáfolja, hogy ebben az egyben kialakított számot, tehát hogy az oroszokkal semmilyen baráti hangot nem ütünk meg, mert ugye a lengyel történelem ezt nagyon jól példázza, hogy itt hosszú-hosszú ideig nem egy kellemes időszak volt, vagy nem egy olyan történelmi szituáció határozta meg az orosz-lengyel kapcsolatokat, amire szívesen emlékszik a lengyel társadalom. Éppen ezért kérdezném visszadobva a labdát Miklóshoz, hogy honnan jött az érdeklődésed Lengyelország és a lengyel történelem iránt, ugyanis én azt veszem észre, hogy a magyar társadalomban ez inkább a sztereotípia szintjén van meg, ez a lengyel-magyar barátság, de én úgy látom, hogy viszonylag kevesen beszélnek lengyel, viszonylag kevesen kerülnek kapcsolatba szorosan a lengyel kultúrával, történelemmel, azon kívül, hogy amikor találkozik egy magyar diákokból álló csoport egy lengyellel, akár Lengyelországban, akár Magyarországon, akkor jókat éneklünk meg, iszogatunk, de különösebben mély kapcsolatok, amiket egyébként a sztereotípia szintjén, főleg az utóbbi időben is tapasztalok, szerintem nincsen. De lehet, hogy tévedek. Igen. Hát mielőtt erre válaszolnék, még az előző felvetésetekre reagálnék egy kicsit, hogy én egyetértek azzal, hogy ez egy másik Oroszország, és valószínűleg a magyar jobboldali szavazó közönség szimpatizál azzal a fajta konzervativizmussal, azzal a fajta nagysággal, amit Vlagyimir Putyin és rendszere hirdet az elmúlt hát 20 évben, bő 20 évben most már. Ez valószínűleg, hogy így van. Erre persze ráerősített véleményem szerint nagyon erősen az elmúlt 12 év úgynevezett keleti nyitása, amely támogatására a komplett magyar közmédiát és jobboldali sajtót ráállították, és hát azt kell mondanom, hogy még a kormány háttérintézeteiben dolgozó szakértőket is, hogy ezt legitimálják, támogassák. Tehát azért ez egy nagyon, nagyon erős támogatás ebbe az irányba. A másik szerintem, és itt ez a két dolog összefolyik a háború kapcsán, hogy ezzel párhuzamosan van egy erős ukrán ellenesség Magyarországon. Tehát nagyon fontos szerintem, hogy az ukránokat támadták meg az oroszok, és nem mondjuk a lengyeleket. Nem úgy kezdődött ez a háború. Én nem vagyok 100%-ig biztos, de azért hajlok arra, hogyha mondjuk ez nem egy lengyel, vagy nem egy ukrán-orosz háború lenne, hanem egy orosz-lengyel háború lenne, akkor nem lenne ennyire orosz párti a magyar közvélemény, és sokkal több valódi és szimbolikus gesztust is tenne a magyar kormány a védekező lengyelekkel szembe. Tehát itt az, hogy egy olyan nemzetet támadott meg az egyébként e közeg szerint nagyon tisztelt és nagyra tartott Vlagyimir Putyin és hadserege, amelyet, hát ki kell mondani, a többség utál, nem is tart nemzetnek, tehát elfogadja ebbe az orosz narratívát. Ez persze összefügg a kárpátai magyarság nyelvi és oktatási jogainak korlátozásával, de ez régre, 90-es években se szerették a magyarok, az ukránokat. Tehát ez nem egy új dolog, nyilván az elmúlt években felerősödött, kormánymédia is, jobboldali média is rájátszott erre, most pedig hát ezt az államot támadták meg, tehát igazából én értem, hogy két okból sem tudnak Ukrajnával szolidarizálni ezek az emberek. Hogy miért
Lengyelország, hát igen, itt rengeteg a sztereotípia, én nem emiatt kezdtem Lengyelországon foglalkozni. Én először russzistának készültem, el is végeztem a russzisztikán az ezzel, vagy erről szóló kurzust, vagy programot, specializációt. Oroszul tanultam eleinte, majd a 2000-es évek elején voltunk egy ilyen szemináriumi kiránduláson Lengyelországban, Dél-Lengyelországban, és hát nyilvánvaló, amivel sokat jártam Kelet-Európa története kurzusokra, olvastam már jó pár könyvet, ami magyarul megjelent Lengyelországról, lengyel történelemről, ez nem volt sok abban az időben, most olyan nagyon sok, de azért ma már jobb a helyzet. Tehát tudtam valamit róla, de amikor oda mentünk, akkor én ezt valahogy annyira éreztem a levegőbe, hogy itt a történelem, a rendszerváltás után voltunk egy bő 10 évvel, tehát egész más volt még Lengyelország, még akkor is, nem beszélve persze a 90-es évek elejéről, de még 2000-es évek elején is nagyon más volt Lengyelország, mint ma. Tényleg lehetett még valahogy a szocialista korszak, államszocialista korszaknak az örökségét érezni a levegőben, persze ez most ilyen átvitt értelemben, és hát láttam a nyelven is, hogy hát végül is egy orosz, akkor volt egy erős orosz középfokú nyelvtudásom már akkor, és akkor mondom, hát egy másik szláv nyelv megtanulása nem okozhat akkor a gondot, és aztán így döntöttem, hogy meg kell tanulni lengyelül, és ezért is jelentkeztem később Pázmány lengyel irodalom és nyelvszakára, amikor párhuzamosan én már a doktorit írtam az ELTE-n, Töriből, és akkor a lengyel szaknak köszönhetően ki tudtam menni többször így részképzésre Varsóba, meg máshova nyári egyetemekre, megismertem az országot, egyre jobban megtetszett, és hát igazából én is találkoztam azzal, amivel hát úgymond polonista elődjeim már mondjuk a 30-as évektől kezdve a 60-as éveken át, hogy igazából az átlagember valóban csak a lengyel-magyar két jó barát versikét tudja, meg az átlag lengyel is, és egyébként olyan nagyon sokat nem tud egymásról a két nép. Ez egyébként most a háború alatt is kibontakozott, tehát amikor minden újságíró, minden interjú úgy kezdődik az elmúlt 3 hónapban, hogy miért más a lengyelek viszonya az oroszhoz, ebből én azt szűröm le, hogy nem tudnak semmit erről az elmúlt 250-300 év történetéről. Ha tudnának, akkor ez a kérdés föl sem merülne. A lengyeleknél a fölteszik egy magyar szakértőnek, hogy miért más a magyar álláspont, a sokkal jogosabb kérdés. Ugyanis a magyar álláspont nem következik a magyar történelmből, ahogy ti is itt mondtátok, a jelenlegi magyar álláspont, az inkább az elmúlt évek, évtizedek politikájából, ukrán ellenes és orosz barát politikájából következik, a lengyel álláspont pedig nagyon szervesen következik abból a történelemből, ami az elmúlt 250-300 évben történt, mondjuk Nagy Pétertől, amikor ugye az orosz birodalom elkezdett hát már a Zsecsposzpolita kárára terjeszkedni. Előtte is már ugye a kozák mozgalom leverése után sikerült egy kicsit terjeszkednünk a Dnyeperig, de hát lényegében Nagy Pétertől számíthatjuk azt az időszakot, amikor politikailag is beleszól a lengyel-litván Zsecsposzpolita belügyeibe, és hát katonailag is megpróbál területeket elvenni. Ez majd persze Nagy Katalin cárnő idején lesz hát egészen olyannyira kézzelfogható, hogy el is tűnik ugye Lengyelország a színről, és hát 1918-ig nincs. Ugye ez a legnagyobb lengyel tanúság, hogy egy gyenge Lengyelország nem képes ilyen szomszéddal a háta mögött, mint az orosz birodalom, meg egyébként ne felejtsük el a porosz birodalmat, illetve porosz államot, illetve az utódját, Németországot sem. Tehát ilyen szomszédok között egy gyenge lengyel állam nem képes megtartani függetlenségét, szuverenitását, integritását, tehát az a nagy tanulsága, hogy egyrészt erősíteni kell a lengyel államot minden szempontból folyamatosan, illetve ha már így alakult a történelem, hogy vannak
államok Oroszország és Lengyelország között, akkor ezzel a lehetőséggel élni kell, és őket is erősíteni kell, hogy Oroszország ne tudjon nyugati irányba terjeszkedni, ahogy azt Nagy Pétertől, Nagy Katalina át egyébként Sztálinig bezárólag láthattunk itt ebben a régióban. Tehát ennek ez a 89 óta a lengyel külpolitikai alap, hogy mindenféle orosz-nyugati terjeszkedésnek ellen kell állni minden rendelkezésre álló eszközzel, és abban az is egy eszköz, hogy Ukrajna területi integritását meg kell védeni, hiszen az a lengyel államérdek, hogy legyen egy oroszoktól független Ukrajna. De csak egy félmondat, hogy ugye amikor Európa társadalomföldrajza kurzust okítjuk, tanítjuk, akkor ugye történelmi alapok felvázolásánál ez mindig probléma, hogy a balti országok, Lengyelország, a Belarus térség, Ukrán térség, illetve az orosz történelemnek a szétválasztása ugye a 16.-17. századtól elég nehéz, tehát ugye sokkal szervesebben összefonódik a lengyelek története akár a balti népekkel, akár a keleti szláv népekkel, tehát ez az előző gondolatból is következik. De Dávid, akartál valamit mondani? Csak egy gondolat annak kapcsán, hogy ugye Miklós említetted ezt, hogy Magyarországon ugye van hagyománya a 90-es évektől kezdve már az ukránoknak, a ukrán ellenségnek, ez nem lehet, hogy inkább egyfajta ilyen lenézése az ukránságnak és Ukrajnának? Tehát, hogy Oroszországgal szemben van valami ilyen birodalmi respekt, de hogy Ukrajnát azt mindenki csak ugye, ahogy látjuk Magyarországról Ukrajnát, ez egy ilyen kárpátaljai tükrön keresztül látszódik, tehát amit gondolunk Ukrajnáról, azt gyakorlatilag, amit Kárpátalján látunk, azt ugye szeretjük kivetíteni egész Ukrajnára. Ez nem csak a hétköznapi embereket jelenti, hanem a szakértők. Tehát láttam nem egy olyan publikációt is, ami arról szólt, hogy legalábbis a címében, hogy Ukrajna viszonyai ilyen vagy olyan szempontból, és akkor, ha elolvasom az anyagot, kiderült, hogy ez valójában Kárpátaljáról szólt. Kárpátalja pedig Ukrajnának egy igen unikális, különleges területe, hasonlóan mondjuk a Krím félszigethez, tehát egy teljesen sajátos történelemmel, egy teljesen sajátos földrajzi környezettel. Ugye nem lehet abból egész Ukrajnát megérteni, csak Kárpátalja ismeretéből. Tehát, hogy nem lehet, hogy ez igazából ez az ukrán ellenség, ez egyfajta ilyen lenézése inkább az ukránoknak, mint egy olyan szomszéd, amivel nem volt ugye történelmi tapasztalatunk, persze már ugye Árpádházi királyaink is ugye házasodtak ukrán hercegnékkel, de valahogy mintha ez kevésbé lenne ismert vagy számon tartott a magyar történelemben. Hát ez abszolút benne van, hogy Kárpátalján keresztül ítéli meg a magyar társadalom nagyon nagy része Ukrajnát, de egyébként hát egy kicsit vicces, de azért Lengyelországban is most láttam olyanokat, meg hallottam olyanokat, hogy néhányakat azért meglepett, hogy vannak gazdagabb felső középosztálybeli ukránok is, amikor megérkeztek keletről. Ugye, mert az a helyzet, hogy Nyugat-Ukrajna, meg hát ez a kárpátai rész, ez egy viszonylag szegény régió. Tehát ennél sokkal gazdagabb régiók voltak a háború előtt keleten, vagy ugye a Fekete-tenger környékén, ahonnan nagy számban érkeztek, menekültek. Ugye ezt a régiót még azért annyira még a lengyelek se látják. Nekik egy kicsit azért nagyobb a rálátásuk, ugye az előbb itt mondtátok, hát igen, ez a lengyel-litván állam, ez ugye, én azt szoktam mondani, hogy mikor azt mondják, hogy Ukrajna, hát végülis orosz egy nép. Hát a fenéket, hát nézzük meg, hogy az mai ukrán területeknek a bő kétharmada közel 400 évig a lengyelekkel és a litvánokkal egy állam alakulathoz tartozott, nem beszélve a teljes Belarusról. Tehát ez egy elképesztő történelmi örökség, és hát a területre való rálátásba is segít lengyeknek, de mondom azért a Dnyeperen túli területeket már annyira ők se ismerik, tehát így ők is megdöbbentek, hogy ja, hát itt vannak gazdag ukránok is, akik elhagyták a hazájukat, nem csak a Lembergtől nyugatra élő egykori, tényleg lengyel falvakban élő szegények. Tehát ez biztos egy lenézés, de azért a magyar ukrán képben szerintem, és ez nincs a lengyelben, nagyon, nagyon közre játszik, ez főleg hát
az úgynevezett, hát a magukat nacionalistának is tartóknál, az ismerjük, hogy Szlovákia történelmét meg lehet írni egy SMS-ben, nagyjából ugyanez a vélemény Ukrajnáról is, tehát ezek nem létező államok, amelyek létrejöttek, most épp vannak, majd a történelem elsöpri őket, tehát hogy ezek mellett a magyar nacionalista közvélemény rendkívül lenéző, és nem csak a szegénység miatt, hiszen mondjuk Szlovákiában mondjuk már nem nagyon beszéltünk arról, hogy szegényebbek lennének, mint az átlag magyar. Úgy en blokk mondom, persze régiók válogatják ezt, de igazából az is belejátszik, hogy a magyar jobb oldalon a középkori királysággal rendelkező államok számítanak itt bármit, tehát a lengyelek, a csehek és a magyarok. Ebből a szempontból érdekes, amit mondasz, hogy igen, a kijevi Rusz, bár ugye ez nem volt királyság, bár nagyon szigorúan vesszük, a lengyelek se voltak királyok a piasztok alatt, ha három koronázott király volt, abból az egy cseh volt. Úgyhogy ha nagyon szigorúan vesszük, akkor a Lengyelország is csak fejedelemség volt, abban az időszakban őt mégis királysággal felruházza a magyar történelmi tudat, miközben nagyon érdekes tényleg, hogy a kijevi Rusz az teljesen hiányzik a magyar tudatból, hogy hát bocsánat, de hát itt is volt egy keleti szláv állam, ami nem a mai Oroszország, hogy ez az oktatás hiányossága-e, vagy valami más, ezt most így nem tudnám megmondani, de tényleg nagyon furcsa, hogy ezt nagyon sokan nem is tudják, hogy hol helyezkedett el ez az állam, kik lakták, milyen dinasztikus kapcsolatokat ápolt. Te is említetted, hát az Árpádok és a Rurikidák között rengeteg dinasztikus házasság volt, de egyébként a piasztokkal még több volt, a Rurikidák és a piasztok között rengeteg közös házasságból született gyermek volt, amelyek aztán egyébként felültek egyik vagy másik fejedelmi trónra, tehát ez a régió már tényleg az Árpádok időszakában összefonódott egymással, még sincsen benne a tudatban. Ha benne lenne, talán akkor kicsit más lenne az ukránokról kialakított kép. Egyébként egy dolgot gondolok, hogy mi ennek az oka, az, hogy a magyar történetírásban és a magyar ruszisztikában is, ugye azért egy olyan bő 20 éve egy ideig benne is voltam ebbe a közegbe, ma már kevésbé, pont ezért egyébként elképesztő erős az orosz birodalmi narratíva. Tehát ami leszivárog akár a közoktatás szintjére is. Tehát, hogy nem tesz különbséget a kijevi Rusz és a Moszkva központú orosz állam között, elfogadja azt az orosz narratívát, hogy hát ezek is oroszok, harmadik Ivántól a feladat az orosz földek összegyűjtése, és ez valahogy magától értetődőnek veszi az egészet, miközben hát az évszázadok alatt számtalan példát tudunk tényleg felhozni arra, hogy itt egész más nemzetek fejlődtek ki a lengyel-litván államközösségen belül, és egész más identitástudattal és nemzettudattal rendelkeznek, mint az oroszok. Így van, én is ehhez kapcsolódnék, tehát nyilván a rendszerváltást megelőző időszakban hát a hivatalos, mondjuk úgy vélemények nem nagyon engedték meg azt, hogy egy kicsit szofisztikáltabban lássuk az orosz történelmet, utána pedig tulajdonképpen mindenki elfordult ettől a térségtől, és ahogy Miklós is mondja, viszonylag kevesen egy szűk kör foglalkozott ezzel a térséggel. Tehát az a fajta innováció, vagy az a fajta megújult narratívák nem igazán születtek meg, vagy terjedtek el, és szerintem a közoktatásban is ezt érzékeljük, tehát hogy nem jelentek meg, mint ahogy nem is jelenhettek meg ezek az új nézőpontok. De ha már említettük a lengyel-ukrán kapcsolatokat, akkor milyen volt a lengyel-ukrán történelmi együttélés? Tehát, hogy vannak-e hagyományai ennek? Itt első körben a Zsezposzpolita idejére gondolnék, majd pedig a 20. századra, az első és második világháborút követő évekre. Mit gondoltok, tudtok erről mondani? Hát én azt gondolom, hogy a legfontosabb az, hogy tényleg a mai ukránság nem is olyan régi ősei, tehát itt akár a kora újkor, újkorig kell csak visszamenni, tehát a 18. századig, ugye
évszázadokon keresztül egy államban éltek a lengyelek, litvánok, beloruszok és ukránok. Tehát ez egy valódi szláv állam volt. A litvánság az ugye a nemesség főleg, illetve a nagyfejedelemség tágabb családja tette ki, többé-kevésbé persze voltak litván parasztok is. De azért ez az állam alapvetően egy szláv lakosságú állam volt. Nagyjából ugye a magterülete az a mai, hát legelfogadottabb régészeti kutatások szerint tényleg a szláv őshazát is lefette. Tehát ezek ott éltek, tehát nem egy honfoglalás által, vagy kivándorlás által elfogadt terület. Szemben ugye Moszkvával, ahova hát talán a legkésőbb vándoroltak ki a keleti szlávok, ugye a 8. és 10. század között, majd attól keletre ugye nem is éltek keleti szlávok, tehát az orosz birodalom, ahogy növekedett évszázadokon keresztül, egyre kevésbé volt szláv. Ezt is el szoktuk felejteni, miközben ugye igény tartott erre a területre, az, mint a szlávföldek összegyűjtője. Tehát van egy évszázados együttélési hagyomány, amiben persze számos konfliktus is van, és általában pont a lengyel romantikának köszönhetően pont a konfliktusos időszakokat ismerjük, ugye Henrik Sienkiewicz regényeiből a kozákokkal való összetűzésről, a kozák szabadság és paraszt mozgalom, ugye Bogdan Chmelnyicki felkelésről van itt szó, amiből filmet, regény is született, filmet is forgattak, tehát ez van bent leginkább még akár a magyar történelmi tudatban is, ami ugye Magyarországra átszivárgott, de azért számos más példát is lehet mondani, amikor ugyanígy a kozákok mondjuk Mazepa idején a lengyelek oldalára álltak, arról is kevesebbet hallunk, hogy aztán a kozák-orosz összeborulás után milyen orosz-kozák konfliktusok bontakoztak ki, hogy aztán a kozákság megosztódott, egy része visszaszeretett volna inkább a lengyel-litván államközösségbe csatlakozni. Arról is keveset tudunk, hogy azért akkor volt egy trialista elképzelése ennek az államalakulatnak. Jó, persze mindegyikre lehet mondani, hogy ez már megkésett, túl későn került napirendre, de valahol mégiscsak a másik érdekeit is jobban figyelembe vévő kapcsolat volt ez, mint amit majd az ukránok, kozákok és a leszármazottaik megtapasztalnak a cári birodalmon belül. Ráadásul ugye pont a modern nemzettévállás időszakában már mind a lengyelek, mind az ukránok a cári birodalom kebelébe tartoznak, tehát itt is egyfajta sorsközösségük van, és hát a lengyeleknek azért jelentős szerepe van abban, hogy az ukránok nemzet fejlődésében, meg egyébként az ortodox egyház nyugathoz közelítésében, latinizálásában, mondjuk itt most Kijevről beszélek természetesen, tehát hogy itt is azért a lengyel-ukrán kölcsönhatásokat ki lehet mutatni. Én azt gondolom, hogy az igazi tragédiája lengyel-ukrán kapcsolatoknak az a két háború között és a második világháború időszaka, amikor végre létrejön egy lengyel állam 18-ban, nem sikerül Piłsudski terve egy önálló Ukrajnáról szólt terve, nem sikerül egy ilyen szövetségi rendszert létrehozni, hanem lesz egy közös szovjet-orosz, vagy szovjet, bocsánat, lengyel határ, jelentős számú ukránnal a lengyel államon belül, és hát tudjuk, hogy itt az új államépítésben 123 év államnélküliség után a lengyelek azért meglehetősen keményen diszkriminálják az ország nemzetiségeit, és hát ebben elsősorban az ukránság a legöntudatosabb nemzetiség, vagy nemzet ugye az ukrán, amely ennek ellenáll, és hát itt komoly atrocitások vannak a többségi és kisebbségi nemzet között, oda-vissza egyébként, tehát itt semmiféle lengyel gesztussal nem találkozunk, aminek aztán az a végkifejlete, hogy ugye a harmadik birodalom is megtalálja az ukrán nemzeti mozgalomban a bázisát, ugye az ötödik hadoszlopot mondhatjuk így, felhasználja a többségi
lengyel társadalom szemben, a háború alatt felhasználja a szovjetekkel szemben, és hát a német-szovjet háború hátterében lezajlik egy ukrán-lengyel háború is, népirtásokkal, meg egyebekkel. De írjuk a lengyel, a bölcs lengyel nemzetépítők vagy államépítőknek hogy mondjam, a javára azt, hogy 45 után, ha még egyelőre, akkor ugye politikai emigrációban is, de 89-90 után már otthon is képviselték azt, hogy az a történelmi tanulság ebből az időszakból, hogy ezt nem lehet így folytatni. Tehát sokkal jobb, ha a lengyelek megadják az ukránoknak az önálló állami létet. Nyilván nem ők adták meg, de sokkal jobb, ha a lengyelek ezt támogatják, mellettük állnak. Az ukránok sokkal boldogabbak, ha önálló államban élnek, és a Lengyelország bölcs politikával őket segíti ebben az államépítésben, nem pedig maguk alá akarja gyűrni, akkor még egy baráti kijevi kormány is lesz, amely ugye megint kiukadok oda, hogy Lengyelország biztonságpolitikai érdekeit szolgálja. Tehát azért a lengyel államépítésben bármilyen konfliktusokat okozott az ukránokkal való együttélés, mégiscsak le tudták vonni azt a konzekvenciát, hogy ez így nem jó, ezt nem csinálhatjuk így tovább, hiszen ez oda fog vezetni, ahova vezetett 39-ben a Molotov-Ribbentrop paktum, meg ahova vezetett az 1770-es években folytatott politika, hogy saját magunkat gyengítjük meg, földobjuk a labdát a nagy keleti szomszédnak, aki pedig a nagy nyugati szomszédunkkal párban alig várja, hogy lecsapjon ránk. Ezt nem lehet csinálni tovább, tehát sokkal jobb, ha mi lengyelek nem törekszünk más nemzetek alávetésére. Egy gondolatot tennék csak hozzá ehhez. Miklós, nagyon szépen összefoglaltál itt mindent a 20. század kapcsán, és itt a két világháború közötti időszak, illetve a második világháborút követő évek is, amikor ugye volt egy komoly nyugat-ukrán partizán mozgalom, amelyik aktív volt mind a szovjet területeken, mind a lengyel területeken, és aztán ezt a lengyelek ugye csak úgy tudták leverni, hogy gyakorlatilag kitelepítették, deportálták a mai Dél-Kelet-Lengyelországban élő egykori ukránokat, ugye a németektől a háború után megszerzett nyugati területekre, ugye Szczecin és környéke, illetve a Lengyelország nyugati részei, ahonnan meg a németeket deportálták ugye Németországba. Annyit tennék hozzá ehhez, hogy ahogy te is mondtad, hogy a Lengyelországban megvolt ez a bölcs felismerés a 90-es években, hogy igenis a lengyel államnak az érdeke egy erős Ukrajna a keleti szomszédságban. Magyarországon is vannak ilyen hangok, hogy nekünk nem érdekünk, hogy az oroszok itt legyenek csapon, de mégis valahogy egy ilyen erős Ukrajna se, tehát hogy nincs egy ennyire világos álláspont ebben az egészben, és szerintem ebben az is benne van, hogy nekünk ugye nincs ilyen történelmi, nincs ennyire erős történelmi emlékezetünk, mint a lengyeleknek, hogy hova is vezet egy gyenge Ukrajna, és szerintem Magyarországon a többség úgy van vele, hogy hát jó, hát elviszik az oroszok Ukrajna keleti felét, de hát a Kárpátok úgyse fognak eljönni, ahogy ugye ez a gondolkozás megvolt nálunk már ugye 1944-ben is, és aztán láttuk, hogy mi lett az eredménye ennek, mi lett aztán utána bő 40 évig Magyarországon. Tehát, hogy ahogy te is mondod, hogy igen, tehát, hogy másfajta történelmet élt meg Magyarország, és másfajta történelmet élt meg Lengyelország. Igen, ennek lehet, hogy az emlékezetben is van egy kis probléma. Én erre szoktam a diákok figyelmét is felhívni, hogy ugye mi ezt is ilyen Kárpát-medencé vagy Habsburg szemüvegen nézzük, hogy persze hát Magyarország sem volt független, a Habsburgok megszállták, az is egy felvilágosult abszolutizmus volt, és hát lényegében az utolsó évtizedeket meg majdnem, hogy virágkorként tartja számon a mai emlékezet, meg a historiográfia is. És akkor mi a különbség, hogy hát ugye egy felvilágosult abszolutista orosz cárnő meg elfoglalt lengyel területeket. Csak hát ez nem tesz a magyar
kettő között különbséget, hogy azért egész más volt a Habsburg birodalomban élni, és egész más volt az orosz cári birodalomban élni. Ezek ilyen, én is emlékszem a középiskás történetkönyvben, hogy ezek az államok ilyen felvilágosult abszolutizmusként voltak definiálva, és lényegében semmi különbségtétel nélkül, hogy azért hát ezek között óriási különbségek voltak. Egyébként pont a három részre szakított lengyel területek összehasonlításán keresztül lehet megérteni, hogy mennyire más volt mondjuk a porosz államban élni lengyelként, mennyire más volt ugye Galíciában a Habsburg birodalmon belül élni, mennyire más volt a kongresszusi Lengyelország területén élni, mennyire mások voltak a nyelvi jogaik, a szervezkedéshez jogaik, az egyesület alapításhoz való jog, bármi, ami a lengyel nemzet fennmaradását szolgálta volna. Tehát gondolj bele, a cári birodalmon belül 1905 előtt még egy sportegyesületet se alakíthattak Varsóba lengyelek. Tehát miközben 1867-től kezdve mondjuk a Habsburg birodalmon belül nem csak, hogy mondjuk sportegyesületeket hozhattak létre a nemzetiségek, hanem politikai pártokat is, hát bent ültek a bécsi parlamentbe, több minisztert adtak a galiciai lengyelek, tehát egészen más világ volt a Habsburgokon belül, de a magyaroknak a Habsburgokhoz viszonya messze nem olyan ellenséges, sőt egyáltalán nem is gondolom, hogy ellenséges, mint ahogy a lengyeleknek az oroszokhoz. Joggal ezt a magyar történelmi tudat valahogy nem teszi helyre, hogy azért hát állj, ez nem ugyanaz a felvilágosult abszolutista világ, mint az. Ezt, hát ez egyébként csak egy lengyel középiskolai atlaszokat kell fellapozni, itt az én polcomon is van egy-kettő, ami bármilyen gazdasági adatot, hogyha a két háború közötti Lengyelországról szemlélünk, akkor nagyon jól kijönnek ezek a területi fejlettségbeli gazdasági különbségek, akármilyen adatot érzékelünk, tehát nyilván ezzel nagyon könnyű vizualizálni ezeket a dolgokat, amiket most Miklós mondott, és valóban ez kevésbé kap hangsúlyt, valahogy monolitként kezeljük ezt a köztes európai, kelet-európai teret, ami hát messze nincs. És hát ugye ne felejtsük el az sem közben, hogy Galícia az nem csak a lengyel nemzeti ébredésnek volt szintere, ugye a Habsburg birodalmon belül, hanem az ukrán nemzeti ébredésnek és politikai ébredésnek. Ugye az ukránoknak is voltak nemzeti pártjuk, pártjaik, politikai szervezeteik ugye a Habsburg birodalom belül, ahol ugye a legnagyobb szabadságot élvezték, ha ugye összehasonlítjuk az orosz birodalommal, vagy akár a porosz viszonyokkal. Így van, abszolút. Igen, ugye az a helyzet, hogy nagyon-nagyon gyorsan megy az idő, ahogy itt beszélgettünk érdekes témákról. Még egy utolsó kört akkor engedjetek meg. Ugye arról már beszéltünk, hogy miért olyan fontos Lengyelország számára jelenleg Ukrajna, de nekem az jutott itt a beszélgetés alatt eszembe, hogy mennyire objektív, mennyire nem elfogult a lengyel álláspont Ukrajna kapcsán, illetve hogy a jelenlegi konfliktusban mennyire közösek a lengyel és ukrán érdekek, vagy a lengyelek és az ukránok érdekei. Mit gondoltok erről? Hát persze egy háborúban, amikor van egy agresszor és van egy védekező, és ha valaki a védelemmel szolidarizál, akkor nagyon nehéz nem elfogultnak lenni az irányába. Tehát ezt azért nem tagadnám, hogy a lengyel álláspont természetesen elfogult Ukrajna irányába, illetve ezen keresztül saját maga irányába. Nekik egyszerűen ez az érdekük, ez az államérdek, legalábbis most a politikai elit döntő többsége szerint ez az államérdek, ezt képviselik, ez nyilvánvalóan elfogultságot okoz olyan értelemben, hogy mondjuk amiről itt az előbb beszéltünk, tehát mondjuk a történelmi ukrán lengyel konfliktusokat, mondjuk a volhíniai mészárlásról, vagy az, amiről beszéltél itt a kitelepítésre, háború után kitelepítésre, most erről nem kell beszélni. Tehát ez most szőnyeg alá van söpörve, mert nem ennek van itt az ideje. Tehát
Tehát, sőt, megpróbálják kiemelni a múltból a lengyel-ukrán jó kapcsolatokat, a jó viszony pillanatait. Egyébként ez már háború előtt is jött, és nem mondom, a háború előtt, mert 8 éve zajlik ez a háború, ugye a lengyelek mindig is így vojnaként definiálták ezt. Tehát azért itt az elmúlt 8 évben már ennek láttuk tanú jelét. Tehát ilyen szempontból van benne elfogultság. Az, hogy az oroszok mit követnek el, én nem hiszem, én nem látom, hogy eltúloznák az orosz háborús büntetteket, vagy eltúloznának egyéb bűncselekményeket. Ezek igazolhatók, amik a lengyel elemzésekből átjönnek. Tehát itt én nem látok ilyet, hogy csak azért rosszabb színben feltüntetni az oroszokat, mert nem szeretjük őket. Elég rossz színben tüntetik ők fel magukat enélkül is, hogy erre rátennének egy lapáttal. És hát igen, Miklós, ahogy mondtad az elején is, hogy ugye itt főként ugye ukrán részről férünk hozzá információkhoz, tehát Oroszországtól ugye információk se nagyon jönnek, és ugye ezért ez az, amire rálátunk, illetve amit a ti segítségetekkel is meg tudunk jobban ismerni Magyarországon. Hát nyilván igen, hát ez nem titkoltan többnyire. Hát ugye azért tényleg Ukrajnában zajlik ez a háború, nem Oroszországban. Tehát Ukrajnában ugye külföldi tévécsatornák, újságírók, rádiók jelen vannak. Tehát nem feltétlenül kell csak az ukrán hivatalos közésekre támaszkodni. Tehát lehet azért az információkat ellenőrizni, verifikálni, már amennyire lehet egy ilyen háborúban, tehát azért, de mégiscsak jobban, mint mondjuk a második világháborúban, amikor mondjuk még nem lehetett mindenhol oda menni, nem lehetett mindenről azonnal videót, felvételt csinálni és feltenni az internetre. Tehát azért ez így zajlik tényleg ilyen szempontból a szemünk előtt, a Twitteren, a Telegramon, a Facebookon, a TikTokon, mindenhol. Tehát Nem kell szerintem az ukránoknak túlságosan, vagy a lengyeleknek túlságosan rossz színben bemutatni az oroszokat. Bemutatják ezek a képek eléggé rossz színben őket. Az viszont tényleg tagadhatatlan, hogy az oroszok nem csak otthon nem kommunikálnak valós dolgokat a háborúról, hanem kifelé se, mintha nem akarnák megnyerni a világ közvéleményét. Ezért lehet, hogy a franciák és a németek már, mint a kormányok húzódoznak Ukrajna fegyveres megsegítésétől, vagy komolyabb megsegítésétől. Na de az ukrán narratíva uralja a francia, német vagy egyéb médiumokat is, sőt egész Európát is. Ezzel szemben persze már azt mondom, hogy sokaknak, vagy ebből már sokaknak elege van, és nem csodálom, hogy itt ott kritikus hangok megszületnek ezzel szemben, de hát erről könyörgöm, hát ki a fene tehet, már bocsánat. Hát az oroszok meg sem próbálják hagyományos módon uralni a világ közvéleményét, tehát tényleg az ukrán narratívával találkozunk többnyire. Hát leszámítva persze ilyen országokat, mint Magyarország, ahol a kormánytól függő közmédia, és hát az igen nagy eléréssel rendelkező internetes fórum platformjaikon keresztül, mint a hát önkéntesen az oroszok helyett is közvetítik az orosz narratívát. Bár úgy hallottam kollégámtól, hogy Olaszországban is elég jelentősen jelen van például ez az önkéntes orosz narratíva közvetítés, de ezt nem az orosz, nem nyíltan az orosz állam csinálja, nem ad ki minden nap közvéleményeket, amiket átvenne a világ sajtója. Ezt persze nem tudom hátulról, alulról megítélni, vagy belülről megítélni, hogy ez az önkéntesnek látszó orosz narrátorok mögött valójában nem áll valamiféle orosz sugalmazás, értsünk ez alatt bármit,
Ezt nem tudom megítélni, úgyhogy erre nem mondanék semmit, de az láthatólag a nagy kép az ukrán narratíva. Úgyhogy ebben persze lehetnek elfogultságok, hát én ezt nem tagadom, de nem kell szerintem az oroszokat rosszabb színbe feltüntetni, az orosz hadsereget értem az alatt, meg az orosz politikát, mint ahogy ők feltüntetik magukat. Hát nem az ukránok találják ki, meg a lengyelek találják ki, hogy Oroszország atomfegyverre fenyeget, hanem hetente valamelyik orosz politikus valóban elmond egy ilyen mondatot. Úgyhogy persze nehéz egy háború alatt objektívnak lenni, én ezt elismerem, de szerintem nem volt még olyan háború, ahol a felek objektívek lettek volna a másikkal szemben. Ebben nem látok egyébként semmi kivetni valót. Szerintem az elemzőknek pont ez a feladata, hogy azért kritikával kezeljünk mindent, amennyire lehet, még akkor is, ha azért állást foglalunk, mint magánember egyik vagy másik oldal mellett, vagy hát nem is, mint magánember, azért gondolom az értelmiségnek, meg a szakértőknek is van egy olyan erkölcsi felelőssége a társadalom felé, ha már véleményt formálhatunk, nem is nagy hatékonysággal, hogy akkor valamiféle értéket vagy álláspontot közvetítsünk, de ennek nem kell fogódnak lenni, ez lehet tények alapján is szerintem véleményt formálni. Azt hiszem, hogy ez jó végső volt, ezzel tulajdonképpen a Georg Gulliver podcast és csatorna árszpolitikáját is megfogalmaztad. Tehát így van, szeretnénk mi is más megvilágításba helyezni az eseményeket. Én is köszönöm a meghívást, és nagyon jó volt a beszélgetés, nagyon tetszett, köszönöm a kérdéseket is. Én is nagyon szépen köszönöm, Miklós, hogy itt voltál velünk, meg hogy vállaltad ezt a dolgot. Zsoltnak pedig nagyon szépen köszönöm a remek moderációt, illetve azoknak a hallgatóknak is, akik végigkísérték a beszélgetésünket egészen idáig. Szeretném felhívni a figyelmüket, hogy egy kattintással iratkozzanak fel a GeoGulliver csatornára, mert ezzel segítik tovább a csatorna növekedését, nézettségét, hogy minél több emberhez, minél több hallgatóhoz eljuthassunk. Köszönöm szépen mindenkinek a figyelmét!